Tavaly ősszel érkezett 60-ba Fint Alajos atya, aki azóta kisegítő plébánosként tevékenykedik a városban. A missziós papot nem sokkal érkezése után be is mutattuk a 60 TV nézőinek. Akkor Lajos atya nagyon sok érdekességet, megdöbbentő részletet osztott meg a Dél-Amerikában töltött 20 évéről. A plébános az amazóniai őserdő olyan vidékein járt, ahová átlagember csak ritkán jut el, és látott olyan élethelyzeteket, amit itt Európa közepén még elképzelni is nehezen tudunk. Mai műsorunkban Lajos atya a politikai és gazdasági erőviszonyokról beszél, ami nem csak Dél-Amerika jövőjét, de az egész bolygó sorsát is befolyásolhatja. Ő ugyanis saját szemével látta az őserdők módszeres pusztítását, és átlátta azokat a folyamatokat, amikről Európában ritkán hallunk, ha a klímaváltozásról és környezetvédelemről beszélünk. A gazdasági helyzet ugye az folyamatosan romlott, amikor én ott voltam. Ennek a oka ugye az esőerdőknek az irtása volt, ami sajnos a mai napig tart. Itt azt szeretném megjegyezni, hogy ugye nem régen volt Glasgow-ban a G-csúcs találkozó. Én úgy szoktam mondani, hogy a G-húron pendülök, mert mindannyiuknak egyforma a gondolkodása. Nem tudom pontosan, de a 2010-es években volt egy ilyen csúcs találkozó, és akkor azt fogalmazták meg, hogy 2020-ban kivonulnak a Földön minden őserdőből, tehát Afrikából is, nem csak Dél-Amerikából, és mi ezt nagyon vártuk ott, hogy na, ha majd jön a 2020, befejeződik az erdőirtás, hiszen addig folyamatosan rengeteg ilyen fakitermelő cégek ott a mi környékünkön is, ahol én dolgoztam és éltem, folyamatosan 5-6 cégnek az autói naponta 40-50 hatalmas ilyen tronkérónak mondják, ilyen farönk hordókkal vágták a fákat. És most, ami nekem nagyon szomorú volt ez a hír, és hát itt senki nem tűnt ez föl, ugye most Glasgow-ban azt mondták, hogy nagy büszkén, hogy 2030-ra be fogják fejezni. Tehát ez mit jelent? Ugye én, akit hallottam, hogy 2020-ban is már be fogják fejezni, hogy nem vágták még ki mindet, nem pusztult még el, tehát ezért meghosszabbítják. Viszont ez egyértelműen azt jelzi, hogy a világ az egyáltalán nem akar ténylegesen a Föld őrzésére, megóvására figyelmet adni. Ez gazdasági dolog, ami valakiknek óriási hasznot hoz, és hát ha most 2030-ig még szabadon vághatják a fákat és pusztíthatják az őserdőt, akkor gyakorlatilag 30-ra már tényleg befejezik, mert nem fog maradni. Amikor 14 évvel ezelőtt oda kerültem ebbe a faluba és a hozzátartozó közösségekhez, akkor amikor a faluba jöttek be az indiánok, minden férfi kivétel nélkül nyíllal a kezében jött. Ez azért volt fontos, mert ugye ők vadászok, és amíg gyalogoltak akár egy-két napot is, hogy beérkezzenek a faluba, ugye útközben, amit találtak vadat, akkor azt meglőtték, és akkor így volt ennivalójuk. Mivel írtották az erdőt, ugye a vadak elmenekültek, vagy kipusztultak, és akkor egy pár év után váltottak puskára. Ugye, mert már vadat legfeljebb messze láthattak, nem volt már annyi, hogy ugye nyillal meg tudják közelíteni, és akkor mindenki puskával járt. Ma már, ha oda megy valaki, akkor már puska sincs, mert teljesen fölösleges, hiszen annyira kipusztult az őserdő, hogy vad már egyáltalán nincs, tehát nem csak, hogy közel, távol se. Na most ebből mi következett az ő számukra? Ezek természeti népek, amelyek nem a földművelésből élnek, ugye a földművelés az már egy magasabb kultúrszint, hanem ők éltek a természetből.
Viszont ez teljesen eltűnt, és akkor jöttek hozzám, és mondták, hogy de hát atya, már nincsen állat, nincs ennivalónk, éhezünk. És akkor mondtam, de hát miért engedik meg, hogy kiírtsák az erdőiket? És ők nem értik ezt, sajnos, ugye becsapták őket, egyszerű emberek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy-egy ilyen indián közösségnek körülbelül átlagosan olyan 100 000 hektár területe van. De hát lehet ennél több is, jóval, vagy akár kevesebb is. Én amikor oda kerültem, akkor a nagy része még ilyen őserdő volt annak a területnek. Én most, amikor eljöttem, ugye 2021-be, akkor gyakorlatilag már ott a környéken sehol nem volt őserdő. Az városban, tőlünk van 160 kilométerre, az utolsó város, ott él még a mai napig egy idős misszionárius atya, aki... Mikor én lementem a városba, akkor mindig kérdeztem, és mesélt, ugye, hogy régen hogy volt ez. És ő mondta, hogy a missziós központból, Santa Rosa de Ocopából oda jönni, az körülbelül egy hónapos gyalogút volt. Mert abban az időben ott semmi nem volt, csak erdő és ugye ösvények, amiken mentek. És egy hónapig is gyalogoltak, mire odaértek. Ma már ezen a területen sehol. Tehát nem létezik, eltűnt, egyszerűen eltűnt. Másik oldalról, ha ezt érzékeltetni akarnám, akkor a faluban minden évben volt egy hét, amikor az összes indián közösségek, több mint 50, jöttek a faluba, és közösen ünnepeltek, és ott bemutatták a maguk szokásait, kultúrájukat, amiket ők a saját közösségükben megéltek. És ott volt egy érdekes program. Az volt a versenynek a célja, hogy ki tud állathangokat utánozni. És a felnőttek, meg az idősebb férfi emberek, akkor azon versenyeztek. Volt, aki 50-60 féle állathangot tudott adni. Hogy például, hogy hogyan keresi a párját, hogyan, milyen hangot ad, amikor mérges, vagy amikor veszélyt érez az állat. És a saját gyerekeik, unokáik, ugye százával voltak ott, rengetegen összejöttek erre a hétre, és a fiatalabb generáció már ezt nem ismeri. Tehát az, hogy például a majmoknak milyen hangjuk van, és hogyan kommunikálnak egymással, ezt a fiatalok nem. Az idősek még ezeket a hangokat ugye tudták utánozni nagy derültséggel, csak hát ennek van egy szomorú magyarázata, ugye, hogy annyira kipusztultak az állatok, hogy a fiatalabb indián generáció már soha nem is hallott ilyenekről. Fintalajos atya szerint az Európában gyakran emlegetett környezetvédelmi rendelkezések vajmi keveset érnek, ha a bolygó másik pontján egyéb érdekek nem tesznek semmit a természet megóvásáért, sőt, inkább pusztítják a föld tüdejének nevezett esőerdőket. A helyzet tehát ellentmondásos, hiszen még a fejlett országokban egyre többen érzik magukat klímaszorongónak, és félnek a jövő alakulásától a várható válságok miatt, addig a világ bizonyos pontjain még mindig működnek olyan érdekek, akiket a profit szerzés hajt leginkább. Ezt a feszültséget Lajos atya az isteni gondviselésbe és hídbe vetett erővel oldja fel. A Teremtés könyve úgy írja le, hogy Isten, mikor megteremtette ezt a világot, akkor az embernek adta, és ott úgy írja le, ezt a két szót használja a Biblia, hogy művelje és őrizze. Hát az, hogy műveljük és kihasználjuk, ez idáig nagyon szépen megy, és igencsak szorgalmas az emberiség, de abban, hogy őrizni ezt a földet, amit Isten nekünk adott, ezt már kevésbé akarják. Na most én szerintem nyilván van benne egy olyan dolog, hogy mi az, hogy jövő? A jövő az egy ismeretlen dolog. Tehát azt, amit még nem tudunk.
és nem tudjuk, hogyan fog alakulni. Viszont az embernek van értelme. Tehát azért, hogyha mi ténylegesen a korrekt, becsületes tudósokra hallgatunk, akik nem politikai motivációkból beszélnek, akkor ők azért elénk tudnak állítani egy jövőképet, és akkor lenne megoldás is arra, hogy nekünk ne kelljen félni a jövőtől, de a jövő az mindig, még egyszer mondom, bizonytalanság. Na most ebbe a bizonytalanságba pont az Isten az, aki a hit által ad nekünk egy bizonyosságot. Tehát a bizalom nem csak a természet rendjébe és ebbe a földi anyagi világba, hanem bizalom az isteni gondviselésbe. És ez a kettő, én úgy gondolom, hogy tökéletesen elég lenne arra, hogy az emberek egy nyugodt jövő felé tudjanak nézni. Lajos atya szerint a jövőben nagyon fontos lehet a fogyasztói társadalom által diktált tempóból visszavenni és megtérni a jézusi tanításokhoz. Egyszerűbben élni lehet, amikor még azt mondjuk, hogy teljesen tisztességesen, ahol még az emberi méltóság teljes mértékig megmarad, tehát semmiféle csorbát nem fog szenvedni, így igenis lejjebb kell adjuk. Ennek viszont ugye az alapja csak az lehet, mert nincs más, a Jézus Krisztusi hit. Ugye, mert Jézus arra tanított minket, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ugye az éhezőnek adjál ennivalót, a mezítelennek adjál ruhát, ugye a beteget látogasd meg. Tehát ezekben benne van az, hogy nem csak én vagyok, vagy nem csak egy nemzet, egy ország van, hanem itt a Földön mi összetartozunk valamilyen formába. Az én gazdagságom a másik szegénységéből jön létre. Tehát meg kell osztanom. Tehát nem csak magunkra kell gondoljunk, nyilván itt le kell adni egy bizonyos igényeket, mert itt mindig csak az a baj, amit én látok, hogy rivalizálunk. Ha a szomszédnak ez van, akkor nekem még több. Tehát licitálni akarunk egymásra, mert azt hisszük, hogy attól leszek én értékesebb ember, hogyha nekem anyagiakban több van. Pedig hát arra kéne ráállni, hogy az emberi érték az pont a szívből adódik, hogy mennyire tudok szolgálni a közösségemnek, és nem csak magamra gondolni.